A makettépítést. Amikor Cseperről nyugdíjba mentem, 1970, akkor kezdtem el, és folytatom még egész addig, amíg hát le nem húzom a rollot. Egyszer láttam egy képet kint a kirakatban, az egyik kirakatban, a csehszlovák kultúrának a kirakatában, és nagyon-nagyon megtetszett. Megépítettem. Az volt a Karlstein. Az volt az első vár, amit építettem, a Karlstein vár. Aztán mindig több, amit csak láttam, aztán a jó barátaim hozták, amikor megtudták, hogy mi a hobbim, akkor kezdték hozni külföldről. Mi kell ahhoz, hogy az ember egy ilyet megcsinálhasson? Először is meg kell nézni magát, a makettot, hogy mi az. Ha itt van valahol közelbe is, meg lehet nézni, eredetibe is, akkor persze megnézi az ember. Mi például feleségemmel elmentünk fel Prágába, és megnéztük a prágai Hradčinkót. A prágai Skansennak a különböző épületeit magam is megcsináltam. Ezt a csodálatos Kölni dómot például mennyi idő alatt sikerült létrehozni? Hát, ezt össze lehetett volna hozni 2 hónap alatt. De tekintve azt, hogy ennek minden egyes része ablaka ki van vágva, ki van világítva, és mind saját magam csináltam a színes ablakokat is hozzá, így több mint 4 hónapig. 20 év alatt én fölkészültem ahhoz, hogy mindent könnyen és úgy tudja megcsinálni, hogy nekem is tetszedjen. Mert ez a lényeg. Például a Mátyás templomot, amikor csináltuk, akkor elmentünk föl, és csináltunk. Akkor nem néztünk meg annyi műemléket, vagy múzeumot. Érdekel még téged a műemléke? Hát igen, a ilyen kastély, vagy régebbi emlékek, Szentendrén is voltam már, ott is azt tetszett a legjobban. Mi tetszett a legjobban neked? A Skansen. A Skansen, tehát éppen az, amit most csinálsz. Igen. Te már egészen jól állsz ezzel a kordácskastéllyel. Igen, kezdve alkulni. Te láttad ezt a kastélyt? Még nem, de hát most már, hogyha így elkészítem, akkor felkelt az érdeklődésemet, és esetleg megkérem szüleimet, hogy elmenjünk oda a kastélyt megnézni. Tudod, hogy hol van? Pontosan nem tudom, hogy hol van. Milyen stílusban épült? Arról érdeklődtél, vagy megmondja neked valaki, ha megkérdezed? Hát biztos, hogyha utána járok, akkor meg tudok róla több mindent. Utána fogsz? Igen. Az a jó játék, ha a gyerekek maguk építik össze a játékokat. Én tulajdonképpen csak előkészítem az ő számukra, és mindegyik gyerek a saját képességét viszi bele, hogy szép makettje legyen, és az ő képességeitől függ, hogy milyen minőségbe készül el az épület. A térlátásokat fejleszti, a türelemre oktatja őket, és nem utolsó sorban gondolkodási készségüket is elvégre. Mikor 650 alkatrészből áll egy épület, például a parlament, hát
Ez a kérdés, hogy türelmesnek kell lenni, és gondolkodni kell tudni. Az én tapasztalatom az, a gyerekeim sokszor bosszankodtak, amikor ilyesmit csináltak, hogy a ragasztó nem ragaszt, a részecskék nem pontosan illenek össze, a vágásnál úgy el lehet rontani, hogy az egészet a szemétkosárba kell dobni, és így tovább. A konstruktor dolga, gondolom, hogy az ilyesmit megelőzze. Most az a helyzet, hogy egy átlagos gyerekre kell méretezni. Átlagos képességű gyerekre. És valójában nem baj, hogyha apuka, anyuka is részt vesz ezekbe, és legalább akkor, mikor még elkezdik a makettépítést, és tanulják, hogy a család minden tagja kitanulja. Ezáltal ez egy hétvégén jól összehozza a családot. Ha egy gyerek elolvassa a makettfüzet hátulján lévő ismertetést, akkor ez valószínű, hogy megmarad benne. Az, hogy ő foglalkozott ezzel az épülettel, megmaradt talán örök életre, és mármint ismert épületre, fog rá ismert bárhol. Ez az épület, ez ismerős neked? Ez. Nem. Nem? Nem. Pécset jártál-e már? Nem. És az a templomot? Nem. Azt sem ismered? Nem. A Jáki templomot? Hallottam már róla? Igen, hallottam. És most, amikor csinálsz valamilyen szép kis makettet, ez mi lesz? Ez ugyanaz. Ez is az a kastély. Igen, ugyanaz a kastély. Akkor érdeklődni fogsz iránta, hogy ha megépülne, akkor utána nagyban ez hogy nézi ki igazán? Szeretném megnézni. Fog szólni valakinek, hogy vigyen el? Igen, hát nagy szeretnék érdeklődni, mert szerintem ez nagyon szép ez az épület. Mit tanul meg az ember abból, hogyha például egy ilyen műemléket piciben, papírból elkészít? Hát, mit tanul meg? Azt, hogy mi az, amit készít, és a pontosságot. Meg az egész technikát megtanulja majdnem. Milyen épületet szeretnél te ilyen makett formájában elkészíteni? Parlamentet. Van neked már a parlamentból alapanyagod? Van. Igen? Megvan az egész könyv. Honnan van? A parlamentben voltunk egyszer, ilyen körbevittek minket az év parlamentbe, ilyen mind a turistákat, és ott lehetett lenni. Körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtük el a makett készítést, remélve azt, hogy a későbbiek folyamán ebből termékek lehetnek. Magától értetődő, hogy hosszú idő eltelt, mire az első megjelenhetett. Ez a Szentendrei Skanzer Mándoki temploma volt. Drága egy ilyen makettnek az elkészítése? Ott korábban jóval olcsóbban elő lehetett állítani, de 20 és 50 forint közötti áron kerültek hasonló makettek itt Magyarországon forgalomba. Azért, mert magas példányszámban készült, hogy az egy darab első költség olcsó lehessen. Mi hárman álltunk össze, és mi készítettük ezeket a maketteket, de nem csak mi foglalkozunk ilyennel. Nagyon sok tanár, nagyon sok építész foglalkozik még ilyesmivel, de semmi remény úgy néz ki jelen pillanatban nincs arra, hogy a termékeikből vagy a alkotásaikból kész nyomat lehet. Azt az tudomású, hogy külföldön ennek a kultúrának sokkal nagyobb a sikere és sokkal keresettebbek ezek a makettek. Van-e kapcsolatuk a külföldi makett készítőkkel, makettervezőkkel? Hát sajnos nincsen. Próbálkoztunk felvenni kapcsolatot különböző cégekkel, de mint magánszemély természetesen csak annyit érhettünk el, hogy kaptunk néhány mintát vagy prospektust a saját termékeikről, de ez kellene egy kiadói háttér, egy olyan cég, amelyik esetleg kölcsönösségi alapon foglalkozhatna, mondjuk makett cserével. Azért próbálkoztunk külföldi megbízásokat kapni, aminek első darabja a Szent Pál katedrális, amit egy angol cég, egy angol makett kiadó rendelt meg nálunk. Külföldön hogyan finanszírozzák ezeket a makett terveket? A tudomásom van arról, hogy Franciaországban a kulturális minisztérium finanszírozásával készülnek hasonló makettek. Illetve Csehszlovákiában a kiadó
szintén dotálja ezeket a termékeket, ott jóval olcsóbbak is, mint hazai viszonylatban. Föl is vettük már a kapcsolatot a Madács kiadó igazgatójával, aki legutóbbi információm szerint a Vágvölgyi várakat szeretné megcsináltatni. Mi az, ami a tervezőasztalon hever pillanatilag Magyarországon, és ami esetleg várható, hogy meg fog még jelenni, azon kívül, amit itt láthatunk? A Dohány utcai zsinagógát készítettük el, az Emmanuel Alapítvány támogatását remélve. Az esztergomi bazilikában bízunk, hogy talán lesz belőle valami. Három nyelvű történeti leírást adunk minden maketben, sőt vannak olyan termékek, amiben ez négy nyelven szól. Rengetegen vesznek ilyet külföldiek. Kecskeméten például az egyik üzletben mesélték nekünk, hogy egy nyugat-német állampolgár beállt a kocsijával, és az összes parlamentet, valami 107 darabot felvásárolt és elvitte haza. Gondolom, hogy nem azért, mert rossz üzletnek látta.